És íme az utolsó bejelentkezés Cancunból. Ilyen kis csoda lények is vannak errefelé. Gondoltam, keresek egy szép hátteret, ami előtt majd elkészítem a videót, de vagy nagyon sütött a nap, vagy nagyon sokan vannak, ezért itt a pillangók között kezdem el a sétát, és egy séta közben mondom el a gondolataimat, érzéseimet. Legtöbbször azt a kérdést kapom, hogy szomorú vagyok-e, amikor, vagy pontosabban nem amikor, hanem most, hogy innen haza megyek, vagy haza kell menni. És mindig az a válaszom, hogy nem, szomorú egyáltalán nem vagyok. Végtelenül hálás vagyok, hogy megélhettem ezt a néhány napot itt. Hogy ilyen energiákkal dolgozhattam, amilyen környezet itt körülvett, az óceánnak az ereje, a napnak a melege. És hát Dr. Joe tanítványai, akik még mindig itt maradtak a hotelben, sőt még vannak is néhányan, akik még maradnak tovább is. Mert hogy ez nem egy vég, hanem pont, hogy egyfajta kezdet egy újabb tudatosságnak, egy jelenlétnek, amikor még jobban figyelek a gondolataimra, még jobban figyelek az érzéseimre. És nagyon nagyszerű, hogy éppen karácsony közeleg. Én nagyon szeretem karácsony ünnepét, és méltó folytatása lesz az otthoni családdal való ünneplés, és be kell valljam, elképesztően hiányoznak a kutyáim. Jó lesz őket is újra látni és megölelgetni. Igen, készülődöm most már visszafelé. Egy kicsit még itt vagyok, egy kicsit már ott vagyok. Még egy néhány percre majd lemegyek elbúcsúzni a hullámoktól, attól a gyönyörű égbolttól. És hát óriási lépés nekem ez, hogy én most itt sétálok, és egy videó bejelentkezést készítek. Régóta szerettem volna ilyet csinálni, de közel sem ebben a témában, hanem a kutyaoktatás témájában. De óriási öröm megosztani ezt, amiben most vagyok, ahogyan most vagyok, és hogyha ezzel másoknak örömet okozok, és nagyon sok kedves, nagyon megható visszajelzést kaptam, és olyanoktól, akiktől nem is gondoltam volna, hogy egyáltalán ráklikkelnek a videóra. Ez nagyon inspiráló, és igyekszem ezt otthon is továbbvenni. Nagyon hálás vagyok a visszajelzésért, hogyha valakit inspirálni tudok, hogyha valakinek az, amit mondok, vagy a tapasztalataimat megosztva segíthetek, akár egy kicsit abban, hogy Dr. Joe Dispenza munkája talán egy picit tisztább legyen, vagy ha a könyvekből nem volt teljesen egyértelmű, akkor egy picit olyan
gyakorlati tapasztalatot tudtam hozzáadni, hogy könnyebb legyen. Illetve ami még egy nagy hír, hogy jövőre Dr. Joe Dispenza újra Bécsbe jön, és ott lesz egy week-long workshop. Kétféle információt kaptunk, az egyik az március, a másik pedig augusztus. Ezért hát sokan a magyarok közül nagyon elnézést, csak picit már elzsibbadt a kezem, és ezért átváltottam a másikra. Elérhető lesz, hogy Dr. Joe testközelbe legyen, és lehessen tőle élőben tanulni. Sok mindennel kell oda készülni egy ilyen workshopra. Azt hiszem, majd készítek egy videót, hogy hogyan készüljünk egy ilyen workshopra, hát ha hasznos lehet az is olyanoknak, akik még nem voltak. Itt most megállítom ezt a videót, és átmegyek a partra, és ott készítek még néhány képet, hát ha még az is nagyon motiváló lehet, a hullámok, a napocska, akkor nem sokára. Hát útközben még vele is találkoztam. Egy leguán. Szia! Nem vagyok olyan veszedelmes, mint amilyennek kinézek. Nem hitt el. A madarak hangja is. Nagyon kedvesek itt. Ups, még egy leguán. Jaj! Madarak kihasználják a... És ő ott. Te gyönyörű kék. Szia! Szóval a madarak kihasználják, hogy itt nincs annyira figyelve az öntözőrendszerre. Sziasztok! Na, akkor megyek át a partra. Itt megyünk ki a medencékhez, és a medencéken túl van a gyönyörű óceán. Így néz ki egyébként a hotel. Az én szobám az valahol, hupszli, hát valahol ott. Szóval találkozunk a parton. Megmutatom, hogy lehet, pontosabban, hogy jutunk le a parton. Itt a medencék. Pálmafák, medencék, és itt le. Túl hosszú lenne ez a videó, hogyha végig tartanám a képet, de lent a parton. Újra elindítom a felvételt. Leértünk a partra. Ez
egyik fele, vagy minden reggel innen kezdtem a sétameditációt, amikor még sötét volt, és akkor ott szembe, ott jön fel a nap. Minden reggel láttam a nap felkeltét. Most nagyon csendes és nagyon nyugodt a víz. Sokkal többen vannak kint fürdőzni. És hát igen. Ilyen itt ki. Gondoltam, hát ha érdekelhet valakit ez is, hogy ezeket a tapasztalatokat, a sétameditációkat hol is végeztem, miről is beszélek, amikor azt mondom, hogy az óceánnak vagy a hullámoknak milyen energiái vannak, vagy maga a víz. Milyen csodás. Hát, itt vagyok. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik megnézték a bejelentkezéseimet. Annyira szerettem volna valamit átadni. És köszönöm szépen a visszajelzéseket is. És ha van olyan téma Dr. Joe munkájával kapcsolatban, amiről esetleg érdemes lehet még meséljek, tapasztalatokat megosszak. Ezt otthonról is megtehetem. Itt egy picit különlegesebb a hangulat, most már különleges a háttér is. És tényleg nagyon nagy szeretettel. Köszönöm a feliratkozásokat a csatornámra. Nagyon megleptek, és nagyon-nagyon jól esett. Szóval csupa, tele vagyok csupa jó érzéssel, mert elképesztően izgulok minden egyes felvételnél. De hogyha ezzel valakinek adok, és valakiben jó érzést keltek, akkor hát ez bőven megéri. Minden jót kívánok, és hát viszontlátásra otthon.